írka, fegyfa, a fegyfa. Nem kérem én a jó Isten, csak arra, para. Mennyit ragaszta le a padra, a kis padra. Kiültek a vénasszonyok a színpadra, színpadra. Kikészítve a bor meg a pálinka, pálinka. Nem kérem én a jó Isten, csak arra, rendelje ki minden nap az asztalra, a pohárba. Van nekem egy kacikántor szokásom, szokásom. Ha bort iszom, a pálinkát kívánom, kívánom. Erre még a komám asszony tanított, tanított. Aki még a mennyekbe is bortívott, bortívott. Hely, komám asszony! Régen kimentünk az utcára megbeszélni a falunak a dolgait. Ezt is, azt is. Hát én most is kimentem. És nem volt kint senki. Nem. Nem. Bementem, elővettem az okosomat, és felmentem a Facebookra, és ott az egész falu. Hát magának is van. Maguknak is van. Mi szeretjük ám a bort? Egész évünkre. Akkor öntsünk elő, öntsünk üres pohárból. Öntsünk. Jó van már. Nekem ez sem. Jó. Hagyja neked is. Béka van, életemnek vége van. Bort iszom, én nem vizet, ez vitámít engemet. Mert a vízbe béka van, életemnek vége van. Egészségünkre! Egészségünkre! Jó, jár, meg hittem tényleg a vajára! Isten éntesen, doktor ura! Hallottátok-e, hogy élnek a nyugdíjasok az Unióban? Hát nem hallottam. Maguk hallották? Nem. Na majd én elmondom. Hát az angol nyugdíjas, az fogja a viszkis üveget, elmegy a klubba, ott tölti a délelőttől. A francia nyugdíjas, az meg fogja a konyakos üveget, elmegy a barátnőjéhöz, ott tölti a délután. Na de mit csinál a szerencsétlen magyar nyugdíjas? Na mit? Na mit? Azt is elmondom. Fog egy üres üveget, telepisál, elviszi a körzeti rendelőbe, na az meg azt ott ült ide az egész napot. De ilyen ez a magyar egészségügy. Igen. Mit szóltak ti ehhez? Hát egész délelőtt ott rostok az ember. Teljesen elmacskásodik még a lába is. Hát akkor ígyunk. Várjál, mert törvök már megintad. Tiszta tél, ha boldhokoros. Neked is adom elmondani, hogy nem arra. Egészségekre. Egészségekre. De hát nem csak az együttünk ám össze, hogy itt csak ígyunk. Igaz? Úgy van. Hanem azért jöttünk ám itt össze, hogy köszöntjük az összes nőt, de az összes férfit is. Elsősorban köszöntjük a hölgyeket, a nőket, az asszonyokat, minden hölgyeket. Hát
erre is van egy jó nótán, nem mondhatjuk? Egy asszonynak kilenc a leánya, nem győzi számlálni. Minden este kiáll a kapuba, hívja vacsorázni. Elzi, Piri, Sári, Maris, Karozzáni. Ella, Bella, Jutika, Rolina, gyertek vacsorázni. Na most akkor köszöntsük meg a férfiakat is a nők után. De nem úgy, hogy a nevüket mondjuk, hogy Pista, Jóska, Berci, Jancsi, hanem van erre is egy jó nótán. Azt is elmondjuk? Hát mondjuk. Az én uram sosem iszik, csak akkor, ha elé teszik, akkor is rá gondol, egészségemre fortyol, főzök neki jó ebédet, húsleves, meg csirkesültet, ha tele a hasa, nincs is már neki baja, elég után szundikálni, megyek én is állni, de csak is aludni, semmi más nem csinálni, fiúk nélkül nincs életünk, éljenek hát soká velünk, hogy együtt lehessünk, legyen akik féltessünk, hogy együtt lehessünk, néha lehessünk! Hát a legyen! Hát a legyen!